Első alkalommal hirdette meg a harmadik, nyolcadik osztályos tanulók részére a városi rajzversenyét az ENSZ Nemzetközi Békenapjához kapcsolódva a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola. A mottójuk az volt, a béke az emberiség legfontosabb szükséglete. A háború közeli léte miatt sajnos a gyerekekkel egyre jobban tudatosítanunk kell a békére való nevelést, hogy beépüljön a gyerekekbe. Ezt úgy gondoltuk, hogy először az első rajzpályázattal indítjuk el a városban. A rajzversenyre 396 pályamű érkezett 6 iskolából. Ebből 21 rajzot díjaztak, és 101 művet állítottak ki az iskola galéria folyosóján. A mai díjátadó esemény elején a tanulók népdalénekét hallgathatták meg a jelenlévők, majd Tóth Lászlóné, a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola intézményvezetője köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, a háborús konfliktusok közvetlen közelünkbe kerültek, és sajnos a háború témája beitta magát a családok mindennapjaiba, az iskolákba. A meghirdetéskor gondoltuk azt, hogy a Nemzetközi Békenapon hirdetjük meg a versenyt, és magának az eredményhirdetésnek és a kiállításnak pedig a béke világnapjánhoz közel álló időpontra tettük. Ezt követően az iskola diákjai a békével kapcsolatos gondolataikat osztották meg, majd a verseny két zsűrije értékelte a beérkezett műveket. Mint mondták, fontos szempont volt az ötletesség, a kivitelezés és a béke megjelenése a művekben. Végezetül korcsoportonként átadták a díjakat. Minden résztvevő emléklappal és finomságokkal térhetett haza.